Sziasztok, ez az idei év első piros-fehér podcastje. Rögtön egy exkluzív különkiadással jelentkezünk, ugye annak apropóján, amit ma jelentett be a klub, hogy Vámos Petrát kivásárolta élő szerződéséből a mecc, így válogatott irányítónk nyártól Franciaországban kézilabdázik. Hát ennek apropóján beszélgetünk, a vendégem pedig nem más, mint Vámos Petra. Köszöntelek nálunk, szia! Szia! Na hát úgy érkeztél meg, megbeszéltünk is róla, hogy tényleg csupa mosoly vagy. Ez neked egy nagy álmod volt, ahogy én tudom, ugye, hogy a be igazolj. Egy kicsit a háttér, azért nekünk, hogy hogy alakult ez az egész sztori? E, igen, azért már itt hónapok óta e, ment a háttérmunka, hogy ez az átigazolás megvalósulhasson. E, igen, valóban a Metz az egyik legszimpatikusabb csapat volt nekem így a bajnokok ligájában, és már régóta vonzott a légiós élet, és szerettem volna magam kipróbálni külföldön. Úgyhogy így igazából minden úgy alakult, ahogy, ahogy így előzetesen szerettem volna, úgyhogy tényleg minden okom megvan arra, hogy most ilyen hatalmas mosolyjal itt. Tehát azért nekünk azt mondanám, hogy az egyik szemünk sír a másik nevet, mert nyilván ugye nagyon sajnáljuk, hogy elmész tőlünk, másrészt örülünk a sikerednek, meg annak, hogy a Loki is hozzá tudott járulni egy ilyen sikeres pályafutáshoz, talán mondhatom ezt. Ugye rólad azért tudni kell, hogy egy profi játékos vagy profi módon építed a karrieredet gyerekkorod óta a döntéseid, ugye ezt határozták meg, hogy te egy ilyen pályát képzeltél el előtt, így van, egy ilyen karriert. Igen, mondhatjuk. Talán ennek az első állomása az volt, hogy a Nekára lekerültem, és ott realizálódott, hogy mennyire komolyan is szeretnék a kézlabdával foglalkozni, és ott abszolút megkaptam az alapokat arra, hogy hogyan is néz ki egy ilyen professzionális felkészülés, mind fejben, mind fizikálisan, és igazából onnantól kezdve építgetem ezt így napról napra. Aztán, amikor idejöttem Debrecenbe, tulajdonképpen itt váltam felnőtt játékos és uh, itt meg megvalósult a másik fele uh, ennek, a, ennek, a, ennek a karriernek, és uh, hihetetlenül örülök, hogy, hogy ennyi szép évet tölthettem itt, és uh, kicsit én is így vagyok, hogy egyik szemem sír a másik nevet, mert uh, tulajdonképpen a második otthonom lett Debrecen, és uh, rengeteget járnak a, a szüleim is uh, ide, tehát már a kis családunk is tulajdonképpen így áthelyezte a bázisát ide, azonban most a fejlődésemet kellett szem előtt tartanom, és, és emiatt döntöttem a Metsz mellett ez egy köz következő lépcsőfok, egy újabb kihívás. Hogyan fogalmaznám, mondjuk szakmai szempontból? Abszolút. Üm, nyilván alapból, ha most csak azt vesszük, hogy, hogy szakma, üm, akkor mindenképpen egy hatalmas előrelépés. Azért a Metz minden évben a Final forba jutásért küzdés. Ott van tényleg a legjobb csapatok között. Azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt mind a francia bajnokságban, mind pedig a BL-ben. Így azt gondolom, hogy a célok adottak, és emellett rengeteget fogok tudni tanulni a rutinos játékosoktól, a tapasztalt edzőktől, úgyhogy szakmailag mindenképpen egy hatalmas előrelépés, illetve azért emberi oldala is vannak ennek, hiszen külföldre kiköltözni, megismerni egy új kultúrát, új embereket, tényleg megszokni az új környezetet. Nagyon vágyok ezekre a, ezekre a kihívásokra, és tényleg úgy tekintek erre, hogy, hogy talán ez a következő lépés fok minden szempontból az életemben. Mennyire lehet azt mondani, hogy most ez pont ideális korodban ér ez a kihívás? Úgy érzed, hogy tényleg már megértél egy ilyen újabb nagy tetre, hogy külföldön is kipróbáld magad? Azért már ott motoszkált a fejemben egy ideje, hogy lehet, hogy elérkezett a, a váltás ideje. A tavalyi szezonban is volt szó róla, hogy esetleg más klubnál folytassam, de egyértelműen még erre nem álltam készen. Azt gondolom, hogy az idei szezonban fizikálisan és mentálisan is sokat jöttem előre, és, és most érzem azt, hogy, hogy készen vagyok egy, egy ilyen váltásra. Valahogy nekem ezek az öt éves periódusok hozzák meg a változást, mert a Nekáról is öt év után jöttem el, illetve innen is öt év után fogok távozni, úgyhogy lehet, hogy igazából ez egy ilyen kicsit viccesebb párhuzam, de, de látok benne sorszerűséget. Akkor beszéljünk is itt az eddigi pályafutásod állomásairól, ugye ha már a Neká, az akadémiai rendszer, ami ugye kap hideget-meleget, most valljuk be őszintén, te vagy az első olyan játékos, talán mondhatjuk, aki ebből a rendszerből kikerülve először egy NB1-es élcsapatban rögtön meghatározó játékos tudtál lenni, aztán a magyar válogatottban meghatározó játékos tudtál lenni. Most megmondhatjuk azt, hogy egy nemzetközi elitklubba igazolsz, amelyek valóban folyamatosan a Final Four-t célozza meg. Ez egy nagy eredmény a magyar utánpótlás, meg a magyar kézilada szempontjából is, én azt mondanám. Igen, én is, én is ezt gondolom. Rengeteg Munkám és munkánk van ebbe benne, tényleg, aki így az évek során együtt dolgoztunk, legyen az edző vagy, vagy játékostársam, rengeteget tett hozzá ehhez a, ehhez a sikerhez, viszont ez egy nagyon több tényezős dolog, tehát valamilyen szinten közrejátszik a szerencse faktor is, de azt gondolom, hogy ahogy már említettem, a nekem minden alapot megkaptam ahhoz, hogy itt Debrecenben jól be tudjak épp beépülni a csapatba, és tényleg idővel meghatározó játékos tudjak lenni. Itt pedig minden adott volt ahhoz, hogy fejlődjek folyamatosan, és tényleg odaérjek a válogatottba, és nemzetközi szinten is megmutassam magam. Külön öröm az, hogy itt játszhattam először a Bajnokok Ligájában, tehát ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy hogy ezt Debrecenne értük el, és szerintem ez egy, ez egy hatalmas siker, az pedig még egy kis extra, hogy ennyire jól sikerül szerepelnünk, és valóban ez egy ilyen örömmenetelés a, számunkra. Nagyon sok mindent tudnék mondani, tehát annyi érzelem van bennem így, így ezzel kapcsolatban, hogy egyszerűen így megfogalmazni is nehéz. Még azért örülök, hogy van fél év, hogy ezt kicsit azért emészgessem, és igen, igen. Tehát, hogy még azért kell idő, hogy ez az egész leüllepedjen. De eddig úgy tűnik, hogy jól döntöttél, amikor döntöttél, ugye a Nekát illetően, meg a Lokit illetően is. Az egyébként mennyire volt annak idén egyértelmű, hogy a DVSC sfl Ugye Mondhatjuk azt, hogy tényleg inkább ilyen csapat, nem közép csapat, de nagyon fiatalon érkeztél, nem féltél esetleg attól, hogy nem is fogsz tudni bekerülni. Hogy, hogy alakult ez emlékszem igen, az időszakra? <laughs> igen, emlékszem, a, a Nekán az utolsó évem az gyakorlatilag ebből állt, hogy melyik klub lenne az, ahol ahol a legjobban tudnék fejlődni. Sokan mondták, hogy talán kicsit vagány vagyok, hogy egy ilyen komoly klubhoz szerződök, és olyan nevek voltak körülöttem, Bulatonitával, Kovács Annával, hogy azért nem volt egyszerű feladatom. Azonban valahogy éreztem, egy ilyen belső megérzésem volt, hogy ez egy klub, amelynek nagyon komoly céljai vannak, nemzetközi porondon is szerepel, ez, ez számomra nagyon Imponáló volt, És valahogy bíztam magamban, és abban, hogy a, a munkának meg lesz a gyümölcse, és hogy lehet, hogy az elején nem fogok annyi játék lehetőséget kapni, de nem mindegy, hogy kivel edzek és kiktől tanulhatok. Úgyhogy így szépen lassan bedolgoztam magam, és egyre nagyobb bizalmat kaptam, amivel igyekeztem élni. Úgyhogy remélem, hogy ezt fogom tudni folytatni, és a későbbiekben is ez lesz rám jellemző. És mondhatjuk azt, hogy olyan szempontból is jó helyen vagy itt, hogy a klub azért igyekezett partner lenni. Ha jól tudom, a legutóbbi szerződés hosszabbításodat már úgy írtátok, hogy egy ideális ajánlat esetén te is jól járhatsz, és a klub is jól járhat majd, hogyha távozol végül is, mégiscsak csak igen, azért benne volt a pakliban, hogy ha esetleg egy olyan klub megkeres, akkor legyen lehetőségem arra, hogy, hogy távozzak. Itt azért külön kiemelném azt, hogy, hogy itt a lokinak a az ügyvezetése ebben partner volt, és szerintem ez egy jó példa arra, hogy hogy um, támogatják a játékosokat, és nagyon fontos az, hogy, hogy amellett, hogy a klubnak milyen elképzelései vannak, az most jelen esetben párosult az én elképzeléseimmel is, és hogy um, többször beszéltük már, hogyha, hogyha a fejlődésem azt kívánja, hogy, hogy, hogy mennem kell, akkor ezzel én nem fognak akadályt gördíteni, és nagyon hálás vagyok, hogy teg lehetővé tették azt, hogy a karrieremet a folytassam. Na és miért pont a mecc, még nem mondtad el? Tehát mi, miért ez a nagy Nálom, mi annyira szimpatikus benne, és mondjuk mit válsz az egésztől? Valahogy nekem ez a francia kézlap, de ez, ez nagyon szimpatikus. Preferálják a gyors játékot, én azért egy elég dinamikus játékos vagyok, és azt gondolom, hogy ebben a rendszerben fogok tudni majd érvényesülni. Ahogy már említettem, azért ők az egyik legkiegyensúlyozottabb csapat a bajnokok ligájában, Annyira nem tudom, olyan szimpatikusnak tűnik a közeg, tehát em, engem meggyőzött ez, a, ez az atmoszféra, meggyőzött a, a klubvezetés, tetszett, amit, amit felvázoltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy hogy ez egy működőképes dolog lehet, és tényleg nagyon bízom abban, hogy, hogy még, amíg itt vagyok, addig szép sikereket érünk el, és, és úgy fogok innen távozni, hogy. Csak csupa jó emlékelés, és nagyon meleg szívvel hagyom itt ezt a klubot. Na hát ebben mi is nagyon bízunk. Még egy dolog itt a végére. Ugye azt szokták mondani a játékosok, hogy akkor ideális egy átigazolás, hogyha egyrészt ő maga is szeretné azt, másrészt érzi a leendő klubon, hogy rá van szükség, és, és szeretnék őt megszerezni ezt. Te mennyire érzed, mennyire ilyen szempontból exhibicionisták a franciák mondjuk valóban érzékeltetik el. Mennyire foglalkoznak ezzel a részével, hogy azért a játékos lelkét is már előre kezdjék felkészíteni az új csapatra? Azt gondolom, hogy erre abszolút nagy figyelmet fordítottak. Többször beszéltem a, a klub vezetése, az edzővel is, és nagyon, vagy azt érzem, hogy az alatt a párbeszélgetés alatt egy közvetlen kapcsolat alakult ki. Azért folytak itt a harcok a a háttérben, hogy tényleg hogy tud ez, a, ez az átigazolás megvalósulni, és pattogott a labda jobbra-balra, hogy akkor most mi lesz a, a helyzet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy Tudják biztosítani valamilyen szinten azt a, azt az érzelmi biztonságot, vagy azt a fajta azt a fajta kötődést már így előre kialakítani. Számomra fontos volt, hogy hogy éreztem azt, hogy nagyon szeretnének engem, és több olyan lehetőségük is lett volna, hogy másik irányítót igazoljanak, és a nehézségek ellenére kitartottak mellettem végig, és minden követ megmozgattak azért, hogy ez így legyen, és nyilván a másik másik oldalról is azért nem menjünk el a sem, hogy itt a Lokinál is nagyon lobbiztak, hogy, hogy, maradjak. Tehát igazából egy nagyon nehéz döntés volt, de mégis könnyű, mert két, két nagyon jó opció közül választhattam, és és jó érzés volt az, hogy itt is ugyanúgy számítottak rám, és, és ezért duruzsoltak a fülembe, hogy nagy célok lesznek itt a következő szezonban is. Szóval azért ez egy komoly háromszög volt, sőt lehet négyszög, mert a menedzserem Farkas Matyi is rengeteg munkát belefektetett abba, hogy, hogy, minden úgy alakuljon, ahogy én szeretném, vagy ahogy talán mindenkinek jó, mert mondhatjuk azt, hogy mindenki számára talán egy, egy nagyon jó döntés született. Na de még a búcsúnak tényleg nincs itt az ideje. Mivel lennél elégedett mondjuk itt a szezont befejezve, ha mondjuk még egy érem, vagy még kettő adott esetben, meg még egy B továbbjutás, azzal úgy kiegyezel, vagy, vagy hogy tervezed a búcsút? À, igen, az nagyon jó lenne. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyszerű helyzetben, ami, ami a bajnokságot illeti, azonban nem tettünk rá arról, hogy idén is megszerezzük a, a, bon, a bronzérmet. Üm, nyilván a, a magyar kupa szereplés, azt majd meglátjuk, hogy alakul. Hogy még ott viszonylag az elején vagyunk, de szeretném, hogyha ott is a végéig tudnánk menetelni. Üm, igen, a, a Bajnokok Ligája az azért egy más kávéház, de azt gondolom, hogy szép teljesítményt nyújtottunk így össze, ami abszolút bizakodásra ad okot, úgyhogy remélem, hogy egy továbbítás összejönne, de ezt így a fogom, már babonás vagyok, és hogyha ez mind összejönne, akkor, akkor hihetetlenül boldog lennék. Akkor mi is minden bizonyja. Petra, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánunk majd neked, de egyelőre itt talok. <laughs> köszönöm szépen. Nektek pedig a figyelmet köszönjük, legközelebb is lesz majd piros fehér akkor is tartsatok velünk, sziasztok!